Megint ők. Jaj, de jó. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Alan Smerdon. Megérkezett a pénzem, ugye? Jó, hogy elhoztam. Utána nézek. Nem lehetne csak egyszer egy kicsit kedvesebb ez az ember? Szerintem csak irigykedik, mert neki nem küld az anyja pénzt otthonról. Igen. Igen, itt van. Mennyit kér? Az egészet. Apróban. Siess már, siess már! Asszonyom? Igen, itt jó lesz. Mivel tartozom? 5 font. Tessék. Biztos, hogy ne segítsek? Igen, biztos. Van itt valaki? Ahó! Ahó! Ahó!
Megijesztettem, mi? Túléli. A félelem egy nagyon furcsa érzés. De majd elmúlik. Nincs itt senki? Nincs ám. Elmentek. Pénteken szokott pénz érkezni. Már akinek. Mert nekem nem. Én megélek, amiből tudok. Jé, hol az ijegység? Jól elrejtette. Jó ijeszgetni másokat? Nem, csak a szép lányokat. Hol van Ellen? Ellen? Igen, Ellen Smerdon itt van. Ismeri? Rég nem láttam már. Hello, szépségem. No, csak ki ez? Biztos ő is segíteni akar a szegény hippiknek. El? Nem emlékszel rám? Abigail vagyok, az unokatestvéred. Hát, drágám, én örülnék, ha te lennél az unokatesó. Nagyon örülne. De sajnos nem engem keresel. Éve a szerencsés. A múlt szele utolért. Nem ismertelek fel. Milyen rég volt? 15 éve. Örülj már neki egy kicsit. Ő az unokatestvéred. Jeff bácsi lánya. Ó, ne csináld már, én vagyok. Te lennél Abby? Ekkora meglepetést. Igen, annak szántam. 15 év? Majdnem. Nem ismertél fel, pedig nem sokat változtam. Én is rájöhettem volna. Tényleg, hasonlítasz Jeff bácsira. Tisztára. Jó újra látni téged. Ígyunk erre. Mit kérsz? Viszkit jéggel? Viszki van, de jég nincs. Nagyon szerényen élünk itt, Abby, még hűtőnk sincs. Nincs? Akkor viszki jég nélkül. Egyébként egyetlen igazi skót sem rakna jeget a viszkijébe. Csirió. Csirió. Itt régen söröző volt. Otthon érzed itt magad, ugye? Talán igen. Nem vagysz haza Amerikába? Hát nem tudom. Még mindig az az igazi otthonom. Akkor a családdal van bajod. Ebbé nagyon sok dolgom van. Egy sort sem írtál. Édesanyád nagyon aggódik miattad. Na, majd írok neki. Esetleg fel is hívhatnád. Próbáltam, nem vette fel. És ha ő hívta, nem hallod. Tényleg sok a dolgom. Egyre rosszabbul van, már az ágyból sem kell ki. De majd te megmondod neki, hogy jól vagyok. Hisz láttál? Jobb lenne, ha írnál. Még jó, hogy havonta egyszer felveszed a pénzt, amit küld. Most már csak az aláírásodból tudja, hogy életben vagy. Tudod mit? Írok neki egy hosszú levelet, és te majd elviszed neki. És küldök egy festményt is. Nagyon fog örülni. Mikor kapja meg? Mit? A levelet. Mikor mész haza? Ja, pár hét múlva. Körbeutazod Európát? Már körbeutaztam, ide jöttem utoljára. Megígértem, hogy meglátogatlak. Kedves vagy. Tényleg. Csak nehogy kitörjön rajtam a honvágy. Nem valószínű. És meddig maradsz a városban? Csak néhány napig. Tudod mit? Van itt a közelben egy nagyon szép panzió. Felhívom őket. De én szeretnék itt maradni. Jobb lenne nálatok. Mit szólsz? Itt? Igen. Biztos találsz nekem helyet, ha jól látom, az egész környék a tiéd. De Abby, ez egy más világ. Meglátjuk. Ellen! Nézd csak! Az égető beszéd. Végre sikerült. Igen, vörös rész. Nézd! Ez gyönyörű. Csodaszép. Tényleg gyönyörű. Megnézhetem? A Beryl, Abby az unokatestvérem Amerikából. Nálunk marad egy kis ideig. Szia! Szia! Gyere, Abby! Megmutatom a szobádat, de én figyelmeztettelek.
Szóval ez lesz az. Kicsi, de otthonos. Tetszik. Pakolj ki nyugodtan. Köszönöm. Vigyáznunk kell. Egy unokatestvér. Pont errefele. Ha így folytatja, akkor végül tényleg látszani is fog a félelem az arcomon. Bocs, nem akartam megijeszteni. Túl halk vagyok. Pedig sikerült. Ez van. Egy arcot faragok épp. Szent Johannáról. Hasonlít rá. Pont mielőtt a mágiára vitték. Ez itt a mi kis világunk. Igaz, nem tökéletes, de szeretem. Nem hiányzik a múlt? Mire gondolsz? A pénzre? Szép ruhákra? Az autókra? Ez nem hiányzik. Itt viszont sok mindent felfedeztem. Az életről, magamról. Itt van például Frank. Alig néhány éve még autószerelő volt. Egy munkás, aki mások státusz szimbólumait javítja. Aztán rájött, hogy többre képes.
Szépen farag. Szobrokat. A viselkedése is megváltozott. Igen, folyton kötekedtem. Mindig harcolnom vagy verekednem kellett valakivel. Sok embert bántottak már ezek a kezek. De amióta faragok, tényleg megjavultam. Láttátok? És te, Beryl? Pont mint Ellen. Gazdag család, ahol a pénz a fontos, és nincsenek igazi értékek. Elfordultam tőlük. Teljesen? Hogy érted ezt? Ellen se fordult el tőlük teljesen. A pénzt például elfogadja. Miért ne? Gazdagok megtehetik, az én családom is. Meg kell élnünk valahogy. Agyagot kell venni. Így aztán a pénzből valami értékesebb jön létre. Nekem nem okoz lelki furdalást. Ez meggyőzően hangzik. Még az is lehet, hogy én is itt maradok. Ne, nem illesz ide, Abby. Igazad van. Nem vagyok eléggé elkötelezett. És mi lett Duggal? Duggal? Igen, Doug Sadler, osztálytársad volt. Igen, de nem értem, hogy mi lett vele. Amikor idejött. Nem volt itt. Miért titkolod? Ebbé, nem titkolom. Ti ismeritek Doug Sadlert? Nem. Miből gondolod, hogy itt volt? Ő mondta. Pedig sosem járt itt. Két hónapja, biztos őrültség. Hát ez az. Lassan kezdődött, ezért nehezen vettük észre, mi történik. Nem értettük. Mi csodát? Furcsa kötődés alakult ki közöttünk. Valami telepátia-szerű. Ahogy egymásba szerettünk, erősebb lett. Éreztem, amikor sokáig dolgozott. Egyszer értem jött, amikor lefulladt az autóm. Pedig nem hívtam. Már beszélgetnünk sem kellett. A telefontársaság nem keresett rajtatok. Elég volt. Szóval nemrég szóba került a házasság. Én azonnal igent mondtam, de ő nem döntött. Azért akart Európába jönni, hogy ezt elmondja neked is. Mindig felnézett rád, mert megtetted, amit akartál. Muszáj volt beleegyeznem. Különben elveszítem. Két hónapja érkezett Angliába, és azóta nem hallottam róla, de senki más sem. De aztán kérte, hogy jöjjek ide. Már mondtam neked, hogy nem volt itt. Üzent nekem. Talán a távolság befolyásolhatja az ilyen üzeneteket. De amióta ideértem, teljesen biztos vagyok benne, hogy erre a helyre gondolt. Ez az a hely. Nem. Még nem ért ide. Ez eszedbe sem jutott. Nem. Nem, de igazad van, így kell lennie. Ide jön és azt akarja, hogy itt találkozzunk. Lehetséges. Ez hülyeség. Hülyeség, Frank. Hogy tudsz egy ilyen őrült ötletnek bedőlni? Minden eszme hülyeség az elején. A föld gömbölyű, az ember a holdon, és a világegyetem végtelen. Igazam volt. Szent Johanna. Hangok.
Abby! Abby! Igen? Szia! Téged keresnek. Köszönöm. Halló? Janet vagyok. Janet, megtaláltad? Jártam Rómában, Párizsban, és még sok más helyen is. Senki sem látta. Sem rokon, sem barát, sehol sem. Abby, ott vagy? Igen, Janet, lehet, hogy tévedtem. Doug még nem volt itt, lehet, hogy ezután fog jönni. Lehetséges. És sejtem, hogy mikor. Csütörtökön, 14-e. És akkor mi van? Ez Ellen születésnapja. Te mesélted régen, hogy mindig együtt ünnepeltek, ugye? Biztos addigra akar ideérni. Te nem tudnál csütörtökön eljönni, nagyon meglepődne. Tudod a címet? Igen, megpróbálom. Csütörtök este kéne hazarepülnöm, de talán átrakják. Megpróbálom. Nagyon jó lenne. Hívj, ha valami közbe jön. Rendben? Rendben. Szia, Jen. Jó reggelt. Jó reggelt. Meg tudnád mondani, hogy hogyan jutok be a városba? Bankba kellene mennem. Persze. Franknek van egy kis teherautója, azzal szoktunk bejárni. És ki a másik autó? Mi? Tegnap éjjel láttam egy nagy piros autót. Talán Rolls-Royce lehetett. Biztos turisták. Kijönnek néha, hogy megnézzenek minket. Nyilván jobb, mint az állatkert. Furcsa. Pedig itt a közelben állt meg. Akkor valami gazdag turista. Nekünk biztos nincs Rolls-Royce-unk. Megkeresem Franket. Szóval a szülinapja. Igen. Meg tudunk majd állni, hogy vegyek neki valamit? Időnk, mint a tenger. Mm? A szülinapja. Sosem említette. Biztos elfelejtette. Tudod, ezek a férfiak. Igen, tudom. Én is adnék ajándékot. Ez jó lesz? Jó. Gyönyörű. Tényleg csodálatos. Furcsa, hogy egy ilyen rossz természetű ember egy ilyen finom tárgyat tudjon faragni. Csak az emberekkel van bajom. Jövök.
Jó napot. Szeretnék beváltani néhány csekket. Persze, asszonyom. Bocsásson meg, azt hittem közéjük tartozik. Ki közé? Bocsásson meg, ugye amerikai? A szomszéd hippi falu művészei is amerikaiak. Azt hittem velük jött. Bocsánat, de... Ők mindig keresik a bajt. Elnézést, attól tartok, nem értem. Itt azt hiszik, hogy piócák vagyunk. Piócák? Piócák, élősködők, paraziták, akik kihasználják a családjukat, ugye? Ezt is írja alá, legyen szíves. Hogy adhatom? Gyorsan, nagyon gyorsan. Tessék. Köszönöm. Furcsa ez a hely. Elég furcsa. Tessék. Köszönöm. Rendben van, köszönöm. Nagyon szívesen. Viszlát. Az emberek idegesítenek, ugye? Ezek igen. Úgy tűnik, furcsa emberek élnek itt. Felejtsd el őket. Bevásárlás? Igen, menjünk. Mi baj van? Nem tudom. Furák azok a fák. Szilfák. Halálra vannak ítélve. Miért? Szilfakór. Egy vírus. El fognak pusztulni. Megyünk. Abby. Most mi a baj? Semmi. Csak megint a hangok. Öt fa. Azt hittem 60. Annyi volt. De egy éve kivágtak egyet. A legbetegebbet. Állítólag veszélyes volt, de igen, de igazad van, 6 volt. Halló? Jó napot, Abby, ott van? Sajnálom, nincs. Ki az? Egy barátja, Janet. Felmegyek. Egy pillanat, most érkezett. Abby! Telefon!
Ki az? Egy barátod, Janet. Jen? Attól tartok, lebuktunk. Ezt hogy érted? Éppen vele beszéltél, Ellennel. Tényleg? Csak az utolsó pillanatban fogom megtudni, hogy ott tudok-e lenni csütörtökön. Ha jövök, az 5:30-as vonaton leszek. Jó lesz így? Aha. Majd taxival oda megyek. Rendben. Biztos, hogy Ellen volt az. Fura volt a hangja. Igen, drágám. Ez így már nem meglepetés. Bocsánat, annyira sajnálom. Akkor 6 óra körül érkezem, jó így? Rendben, várlak. Meglepetés lett volna. Kár, hogy te vetted fel. Ezt hogy érted? Janet volt az. Doug nővére. Itt van Angliában, és lehet, hogy nem sokára találkoztok. Az jó lenne. És mikor? Hát csütörtökön. Mikor máskor? Csütörtökön idejön. Csütörtökön. Lehet, hogy Doug is ideér. Az jó lenne. Abby? Csütörtökön van a szülinapom. Nem felejtettem el a szülinapomat. Mi a baj? Igen, akkor van a szülinapod. Valami nincs rendben, ugye? Mi van? Nagyon erősen éreztem, hogy Doug itt volt. Itt? Igen, a házban. Doug? Abby. Abby.
Abby, mit csinálsz itt lent? Abby! Abby! Már mindenhol kerestünk. Minden rendben? Miért futottál el pont ide? Úgy érzem, szüksége van rám. Érzed magad, Abby? Jól. Hogy jutott eszedbe elfutni? Meg is fázhattál volna. Miért futottál el? Egyedül akartam maradni. Értem. Ismerem az érzést. Néha én is elmegyek innen csak azért, hogy egyedül legyek. Beryl? Mióta ismered Alant? Amióta idejöttem. Jól ismered? Mit mondtál, mikor ér ide Janet? Az 5.30-as vonattal jön, ha eléri. Hol van Frank? Nem tudom, miért. Megkértem, hogy vegyen pezsgőt. Alan Smerdon. Igen, igen, tudom, de ez a szülinapom, és mit ér egy szülinap pezsgő nélkül? Ráadásul nagyon szeretem. Na jó, én is szeretem. Thank you.
Ma majd nem elkéstem. Majd nem. Várj csak! De ma van a szülinapom. Hol a pesgő? Pont most érkezett. Bocs a késésért. Meg itt lefulladt a teherautó. Nincs annak semmi baja. Mindegy, hogy milyen kívülről, ha aki szereli, ért hozzá. Hetente ellenőrzöm, gondoskodom róla. Szeretni is kell. Jó, hogy ennyire törődsz ezzel a teherautóval. Ha lenne, még a sajátomat is rád bíznám. Igen, én is megbízom benne. Tovább faragtam az arcot. Johanna! Megint szomorú vagy. Inkább vidám arccal segítenéd a munkámat, a csillogó szemeddel, a bátor mosolyoddal. Nem megy. Mintha egy temetésre várnál. Lehet, hogy ma van életed legboldogabb napja. Még tegnap ezt hitted, nem? A szél is ezt susogta, nem? Nem arról beszéltél, hogy Doug ma fog ide érni? Nem. Doug nem fog jönni. Soha többé. Ne mondj már ilyet, nem lehetsz ebben biztos. Pedig biztosan tudom. Honnan tudod? Érzem. Érzed. Látom is. Doug tűzben ég. Befolyásoltalak, mint Johanna a mágián. Minden ég. Minden ég, lángok, lángok. Akkor kevesebb fa kell. Ebből a pici fadarabból akartam kifaragni Szent Johannát, de most már nem merem. Se Janet, se Doug nem érkezett meg. Doug tényleg nem fog megérkezni, ez borzasztó, de most már én is teljesen biztos vagyok benne. Nem te vagy az első nő, akit elhagy egy férfi, de hogy tehette? Doug nem hagyott el engem. Abby, ez egy illúzió. El kéne már végre fogadnod. Doug itt volt, vagy ide jön, ezt elfogadtam. Rendben van, de meddig fogod azt várni, hogy ide érjen? Holnapig, a jövő hónapig, vagy akár még évekig? Meddig fogod ezt még bírni? Nem tudom! Egy kicsit várnom kell még. Nem bírok elmenni. Gyertek, lányok! Boldog szülinapot! Ellen, hol vagy? Boldog születésnapot! Köszönöm! Az ajándékot is ki kell bontani! Jó, hogy jöttek! És hol marad a díszvendég? Janet Sadler? Még nincs itt. Nem fog jönni. Ez egy újabb megérzés, vagy csak találgatás? Janet nem fog jönni. Ez mit jelent? Ezt mondtam. Igen, pont most. Nem tudom. Arra sem emlékszem, hogy mondtam. Miért ne jönne? Lehet, hogy igaza van. Ugye azt mondtad, hogy ha jön, akkor az 5.30-es vonattal jön. Vagy nem? Az is lehet, hogy késik. Jó az idő. Nincs sztrájk. Ugyan miért késne? Mert a vonatok néha ok nélkül is késnek. Persze. Döntjük el, meddig várunk még? Igaz. Kérdezzük meg Abbyt, ő tudja. Rajta, Abby, koncentrálj erősen Janetre. Mikor fog ide érni? Rajta, Abby, menni fog, rajta, Abby. Koncentrálj, Abby. Koncentrálj. Rajta. Gyerünk. Rajta, Abby. Ne! Ó, Istenem! Még mindig nagyon szeretem a mi kis világunkat. Bárki bármit is mondja. Igen. Igen. Hát én sem értem őket. Majd valaki felvilágosít. Abby kicsit jobban van? Igen, jól van. Alszik. Majd reggel beszélek vele. Jaj, Frank, szórakozz egy kicsit. Igyatok? Tessék. Jó kis kösz. Évjárat. Kösz. Kérek én is még egy kicsit. Hogy van? Minden rendben, Frank. Ellen, akkor megyünk? Gyere. Persze, segítsünk. Nem, csak maradjatok. Oké. Oké. Ó, ez egy kérek, ilyen csinket csak. Gyere, gyere, gyere.
Miről beszélsz? Milyen autó? Borzasztó rémálom volt. Egy Rolls-ban ültünk. Nincs itt valakinek Rolls-Royce-a? Rolls? Nincs. Abby, ugye nem fogsz kiborulni? Láttam. Egy Rolls-Royce volt, tényleg? Hogy láttad? Ez nem álom volt, majdnem elütött. Miért ütött volna el? Ez nincs rendben, Ellen. Még nem lehet kinyitni. Majd holnap. Beryl, baj van. Ellen, ha kimered nyitni, mindent elrontasz. Az lenne a vég. Nem engedhetem meg. Beryl, a hamvak. Ez bizonyíték. Már nem. Elintéztem. Ezt együtt csináltuk. Tudod, együtt bármit elérhetünk. Csak ez a fontos. Hallottátok? Még egy amerikai zenekar jön ide, azt írja az újság. Biztos jó lesz. Te is mész, Abby? Mindenki megy. Ellen is megy, ugye, Ellen? Hát persze, mit szólsz hozzá? Nem, én nem. Jaj, Abby, nagy buli lesz. Csomagolnom kell. Nem maradhatok tovább. Holnap indulok. Ne. Megint elveszítelek. De te tudod. Sajnálom, hogy nem érezted itt jól magad. Nem, nem a te hibád. Ha kész a levél, szívesen elviszem édesanyádnak. Rendben. Még ma megírom. Sok szeretettel, Doug. Abby. Bye-bye.
Itt van. Hol találtad? Ellen szobájában. Még mindig azt hiszed, hogy álmodtam. Mást is találtam. Frank! Frank, hová mész? Abby. Abby, mit keresel itt? Nem csomagolsz? Igazam volt. Jók a megérzéseim. Doug járt itt. Miről beszélsz? Azt hiszem, most már értem. Hat fa, hat. Doug így akarta, hogy megtaláljam. Ide rejtette. Mi az?
Egy fénykép. Még az egyetemi újságból. Alan Smerdonról. Nézd csak meg. Tehát, szerinted Alan... Igen, egy csaló. Miért? Havi 10 000 dollárért. Alan anyja 10 000 dollárt küld minden hónapban. Ez igazán szép összeg. Megőrültél? Nem én. Hát persze. Minden összevág, nem látod? Doug itt volt. És látta azt, aki Alannek adja ki magát. Muszáj volt megölni. Doug halott. És Janet? Abby, ez képtelenség. Nem az. Az igazi Alan a fényképen van. Az ember, aki... Beryl! Itt lent, Alan! Úgy tűnik, rájött. Tényleg kár. Már csak egy napot kellett volna kibírnod. Nagyon gyors lesz. Ne félj. Beryl. Még sosem ütöttem meg nőt, de az is igaz, hogy sosem találkoztam még egy olyan nővel, mint te. Mindjárt itt lesz a rendőrség. Most már mindennek vége. Igen. Nem akartalak megijeszteni. Szinkront a Synchron Systems készítette.